carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan. That's why puppets sometimes awaken their old selves or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power, and he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Oh, uh-huh. Krat became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The King of Puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now, our only hope is you. Oké, akkor az igazi ellenség az a Simon, az alkimistáknak a vezetője. Így legalább tudjuk ezt is. Kell nekünk kapacitás, az a baj, hogy sok, viszont várjunk csak. Borzasztó rosszul szkélelődik, baszki. Hát itt már mindegy, mire rakok, már olyan szinten rosszul szkélelődik minden, hogy... Akkor inkább a kapacitást rakom tényleg. Mivel a kapacitásból tudok profitálni ugye a trinketek miatt, az plusz erőt ad. Többre megyek vele, mint a, ezekkel a statokkal. Nem tudom, hogy magasabb lett-e. Lehetséges. Megmondom őszintén, észre se vettem. 55, oké, nézzük csak, és akkor tudunk még bepakolni. Az a baj, hogy... Ha ezt kiveszem... Igen, ez mindenképpen kell. Technika, és akkor mi van még itt? Növeli maximum HP-t, a szar, csökkentő fegyver tartósának romlását, nem, növeli az állóképesség helyre, nem, növeli az ergo megszerzését, ellenségek megölésekor. Igazából még ezt a bábus cuccot lehetne használni, de ez annyit nem tol, úgyhogy inkább azt mondom, hogy itt már rajzé a lényeg. Még akkor ezt megpróbálom felpattintani, ez 58-ra felvisz, nagyobb a védelmem tőle. Ez hány kilóval lenne nehezebb? 3-mal? Az a baj, ez már túl sok. Pont 60. A kis szinten még jó, de amikor már ilyen egyeket, kettőket tol a damage-hez, akkor én már nem rakok rá. Több semmi értelme nincs. 10 pontból nyernék 10-20 damage-et, az meg lószar. Kalmár Tamás, szia, szia. Ja tényleg jó, hogy szólsz. Ha akartam nézni, nem-e kaptunk valami új ruházatot, de nem. Sapka. Na most megyek izé nélkül, kalap nélkül. Hát nem tudom, megmondom őszintén, szia Kozgém. Jó, hogy szólsz. Hát senki nem mondta, hogy nem az. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance. Nyilván egyébként. I know. Csak tudod, próbálom a statokat úgy rakni, hogy legyen értelme. Négy újas kesztyű. Na, ehhez kell majd a szövetség teljes holdköve, az majd kell, az biztos. Ezt tudnám ezt is fejleszteni, de egyelőre ez brutális.
Fogantyú kellene nekem. Technika forgatjú kell, technikai. Oké, egyelőre ez így ennyi. I hear there is a new guest at the hotel, and that you had a little something to do with that. I just find saving people is its own reward. I certainly don't need the money. Even strangers. Everyone deserves some help now and then. If we who live through times like this don't live the best lives we can, we dishonor the memories of all we have lost. Honoring the lost is why I do what I do. In a way, I envy the dead. They don't have to know what it's like to remember that they're gone. Ha! And here I go again. Blah, 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 and who cares, huh? Now, let's get out there and save my... that is, our city. The Grand Covenant. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created it. Beszélek velük mindig, mert kapunk információkat. God help me, I made it work. It's in every puppet, a sort of conscience. And in theory, it should have prevented anything like the puppet frenzy ever happening. It's because we don't truly understand Ergo, at least that's my view. Sometimes Ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Individuality, more or less. Which is a dangerous thing if someone's not ready to handle it. Though that is rare. Or used to be. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But it did not work. Hmm. The puppet frenzy ha- So, the King of Puppets, how did he get around the Covenant, I wonder? He used the Ergo wavelengths, but what did he do to their... However, it's a different story when a single puppet cracks the safety device of so many puppets. Does the Grand Covenant break when their ego awakens? Or did someone cause the frenzy after lifting the Grand... If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of Puppets is a means to an end. I am but a simple... brilliant, genius, and a man about town. I do not pretend to be otherwise. That is why I'm asking you to solve this. Everything depends on what you do now. Okay. I always welcome. Jó, hogy más nem kell, nézzük, csak elvileg kaptam egy csomó kraftolni való légiós kart. Azt lehet, hogy mégse. Ja, várjátok, izélet kaptunk, légióskar módosítás. Ide kéne még kettő, egyet tudok menni, egy kell ilyen légióskaliberből, és onnantól tudom magam így húzni a mindenhez, és csinálni egy ilyet. Ilyen volt a Sekiroba. Ezt azért kezdtem el fejleszteni, mert ez szerintem még a bosszon is jó lesz. Remélem. Oké. Nem kaptunk kvarcot? Miért emlékeztem úgy, hogy van kvarcom? Na mindegy. You don't remember much beyond Rosa Isabel Street, do you? Ask me about areas you want. Oké, nincs más, mehetünk tovább. Ugye a találós kérdés adócsóka az azt mondta, hogy ott valami újat kell nézni a izébe. A kiállítás terembe, vagy mi volt az? Ki az, akivel ott még beszélni kell? Ja, megvan. Lady Antonia has heard about the Grand Exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope,
Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe the gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. Okay. Vásárlás, nézzük csak. Itt lehet majd nála venni egy ilyet, meg ugye itt vannak ilyenek is. Jó, más úgy nincs. Rejtett holtkő. Oké. Na meg jöttél, na milyen a game, mesél, jó? Na merre? Nagyon jó, fasza. Randomokkal játszottál, vagy hogyan? Milyen játékmódok vannak? Hogy mesélj, hogy néz ki így az egész? How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore them. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. Oh, mi legyen? Megmentjük a nőt, vagy ne? I'll make the cure if you give me one gold coin fruit. Mi legyen? Húha! Elméletileg ő meg tudja, tudja úgy módot csinálni, csak kérdés az, hogy a nő mit akar, azt megkérdezem. Ugye az pontos. People have no idea so many secrets are buried in. Thanks for keeping me company. The boy, nem mondja meg. Eltűnt innen a farkas kutya. Megyek tovább egyelőre. És nem tudom, hogy megmentsem, vagy... Hát nem tudom, megmentsem-e. Ez a baj, nem tudom, hogy mi legyen. Van benne 4 tutoriál. Azokat is lehet együtt tolni. Stalker. The cure isn't exactly safe. Oké, srácok, meccsáltattam a gyógymódot, megnézzük. Nem tudom, hogy fog-e jól működni a dolog. Nem tudom odaadni neki.
I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave? Cannot make this choice. Every option is painful. What would you choose? Hát bazen nem tudom. I see that you too are reluctant to bid farewell to Lady Antonia. I wish she could stay with me longer. Even if that time might be painful for her. Is that selfish of me? Feelings are such frightening territory. I hope she forgives me for my choice. I will dispose of that cure, lest I be tempted. Please accept this token of my gratitude. Sugárzó ergot. Jó, oké, ennyi, akkor kész. Nem gyógyítjuk meg, mert igazából így is úgy is meghalna. Akkor minek szenvedjen még tovább. Picit nekem a betöltés az olyan 1-2 perces. SSD-ről játszol? Elég hosszúnak hangzik. Na, mehetünk tovább. According to the guide, Vanini visited that place. That's something, I guess. Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's set to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure. And never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bomboloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Adjunk neki gyümölcsöt, mi legyen? The gold coin fruit is the only thing that helps. We knew you were a true friend and generous. Adtam nekik, igazából nekem úgy se kell. I liked you from the start, you know? Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us, so I suppose this is farewell. Okay. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift. Na, kapunk valamit azért cserébe. Now go. Kaptunk lemezt. Wow. You need me? I was surprised.
say. And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists, forget it. It is their secret island. A place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. But... it won't work without a golden ergo. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the Kopármosár. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make Megyünk, hogy ne, mindent bejárok. It's up to you. Megyünk a Kopármosárba. No. Aranyergót kell találni. Oké. Na, az ott, az komoly. Megjöttünk. Uha, gondolom még betölt. Aha. Na most már jó. Az új kalandok helyszíne. Itt van egy, Venyini Krat nevezetesség, Utikalauz 4. Venyini Guide ezen számában egy különleges, korábban bemutatott látnivalókról eltérő helyet szeretném bemutatni, és ezt nem a jó értelemben értjük különlegesnek. Persze lehet, hogy néhány különös ízlésű embernek kedvez, de ha kalandor vagy, aki mindent meg akar tudni Kratról, érdemes megismerni az árnyait. Ebben az értelemben a Kopármosár az a terület, amely jól mutatja Krat árnyait. A meddő mocsár az a hely, ahol a leselejtezett bábukat kidobják, mivel mocsarakból és szakadékokból áll, nem volt része a város fejlődésének. A módban rövid ideig szénbánya volt, de az ergói felfedezés miatt hamar feledésbe merült. Később néhány ravasz a selejtezett bábukért aggódó gyári vállalkozó illegálisan kezdte el itt ártalmatlanítani őket, így vált a mocsár azzá, ami most. Egy mocsár tele kiselejtezett bábukkal és elrontott állatokkal, ez maga Krat sírja. Szerencsére a város bejelentette, hogy a kiállítása a sarkon parkká alakítják a meddőhányót, így itt már látunk némi reményt, ez a pokol első sírja. Mi lenne, ha a saját szemeddel látnád ezt a fajta helyet, mielőtt bármi is kialakítanának? Jó vagy rossz, az élmény, értékelés kettő és fél az ötből. Attrakció azoknak, akik Krat árnyékát szeretnék látni, a hosszú csizma elengedhetetlen. Oké. Arra fogunk menni, viszont itt még gyorsan kinézek, mert itt mintha lehetett volna még menni más irányba, nem vagyok benne biztos. Nem, ez szerintem így ennyi. Oké, hát így ennyi. Nem tudom, miért gondoltam, hogy lehet menni más irányba. Minden esetre ez a mocsár, ez biztos jó lesz. Okay, there's no easy way to say this. It's a public graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the
grand exhibitions are going to solutions for this part too. I say it's just terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? Abbastanza. Jó, hogy égek, aha. Ja, várjatok, csak oda fel lehetett menni, ha jól láttam, vagy nem. Ja, nem, az csak díszlet. Oké. Meg. Azt veszem, volt. Saját magam felrobbantom, az lesz a vége. Superior szigetelés. Na, ez milyen? Kaptunk egy új szigetelést. Superior szigetelés. Nézzük. Electric Blitz. Sebzés csökkenés. Savas sebzés. Tűzállóság. Elektromos villám ellenállás. Hú, azt jó megtolja. Ezt majd akkor, hogyha olyan boss lesz, akkor érdemes lesz. Most egyelőre nem... Nem kilódok vele. Ú, de jó, hála jó Istennek. Ja, egy csapda van. Igen, korrózió van. Ott is van valami cucc. Azaz. Nagyszerű, és akkor kell nekem egy olyan dolog, ami a korrózió ellen jó. Nem. Eltávolítja, nem. Túl meg, de sejtem, hogy somlás, ez lesz az. Jó. Ez nem talált el.
Nem tudom, hogy hogyan. Jaj, ne! Öcs, fú, passzeg, ne! Emlékeztek az előbb a cuccra? Na, ez most jött el az ideje akkor. Hát ez haláli lesz. Még valami fasz... Hát fattyú! Ja, Istenem. Az a baj, mire felállok, újra dobja. Nem is tudom lereagálni normálisan. Ezeket nem is lehet. Annyira, olyan lassan nehezkesen áll fel a kölök. Ez így. Na. Nyomorult bohóc. De nyomorult egy bohóc, ez te. Keresztül jön a textúra, az jó mondjuk. A textúrán keresztül jön a izé. Minek raktak ide fát? Ez érdekes volt. Hanem bemegyek mögé, hílelek, hát nem. Mégse, nem megyek be mögé. Parádés. Parádés ez a hely, már látom. Nem tudom, hogy van-e itt ilyen...
Na, ott vagy. Meg is érdemelted. Meg se lepődtem ezen mondjuk. Jó, de legalább felszedtem ott is a lootot. Ezeket nem ölöm meg, mert olyan felesleges, semmi értelme. Szerintem ez shortcut volt. Ipre. Na, a shortcut megoldások azok amúgy tök látványosak. Mindjárt még felmászok. Így van. Viszont erre elnézek. Ó, itt van az izé. Almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. How do you do? It's quite odd that we should meet in a place like this. Alidoro. Oh, don't pretend surprised that I got here before you, after all. I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something, since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. Oh, well, you're hungry. I've absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons, worthy of a hero. Now, catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Okay. You're a worthy hunter. What's this? A gift for a rescuer. From a technician. Postam lehi kesztyűt. Hmm, I don't remember. I've saved so many of the common people. Anyway, thank her, I suppose. Oh. Oh dear, these gloves are a mess. They don't even fit. Is this a practical joke? My God, I never did like that girl. She's just like him. Oh, I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. You're a worthy hunter, and it... Na, mit lehet nála azóta venni? Ugye ezt kaptuk a bossból. Mi ez? Isten karja, amulett sikeres támadás esetén átmenetileg növeli a fizikai sebzést. Ez se rossz út. És itt van még ez. Fagyasztott lakoma. Ez egy strength-es kard. Impulzus szellák, félből charge. Liberate, single slash. Kiveszem ezt a trinketet, ez viszont tetszetős példány.
Sikeres támadás esetén átmentél növeli fizikai sebzést. Ezt kivesszük. Ez jó. Várom ezt a helyet is, mielőtt tovább mennék. Vagy amúgy erre is kéne menni? Ja, mert, aha, jó, erre kell amúgy menni, oké. Megölöm a bohócot, mert ez mini boss. Mindenképpen, mert ez fog nekünk dobni valamit. Megyek ide még a létrán a tetejére ennek, mert itt is tudja, hogy van valami. Kezdek mondjuk akkor ezzel. Ez miniboss lesz. A HP alapján. Az íztek keletüzet. Aha, elég jó. Ez egy ládát védett. Újratöltés amulett. Milyen amulett ez? Hadd nézzem. Folyamatosan helyreállítja a HP-t. Érdekes. Az se rossz cucc. Oké, akkor majd most gyorsan ezt a bohócot megnézem mindjárt.
Hát, ez a bohóc, ez nem biztos, hogy megéri. Oké, próbáljuk meg, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Egy sírra, bazd meg. Befejezted? Azt csinál... Ez ennyire nem is nehéz, mint féltem tőle, az a baj. Féltem. Légió kaliber, na ezért megérte megölni. Hát ez nagyon jó. Na baj, néha már félek nekik menni, és ez nagy baj. Oké, na, most már így vagy. What? Ki lőtte? Meg honnan lőttek? Nem mindegy. Így most már jobban érzem magam, hogy megcsináltam ezt. Kály, ha bossz nem sikerül, majd lemegy az! Majd lemegy az gép. Egyébként most, hogyha úgy lemegy, most a játék élménye miatt hívjál summont, most nem kötelező nem hívni. Élvezd ezt a játékot, hívjál nyugodtan summon, nincs abban semmi. És én attól nem foglak kevesebbre tartani téged. Hívjál nyugodtan summonokat, aztán játszál. Most ez a hívok nem hívok summont, ez olyan dolog, hogy mindenki maga dönti el, hogy mit csinál. Ezért mondtam, hogy ebben a játékban, mivel nem tudsz nehézségi fokozatot választani a summon, a bosszokra, mert ugye csak a bosszokra lehet hívni, az így valamilyen szintű segítség. Whatever choice you make, I shall wait for you. No matter what, serving her. Na, ez az, erre vártam. És akkor most. Megvan a maxos cucc. Erre vártam. És van is rá achievement. Ó, ráadásul legendás achievement, még alig van meg pár embernek ez. Helyes. Akkor meg időbe szedtem ki az acsit, király. Hey.
Did the gloves? Really? What a relief! I'm confident in my weapons, but it was my first time making gloves, so I was a little nervous. Okay, more than a little. Gloves seemed a logical gift because I know he lost a finger. I was there, after all. When the workshop tower collapsed, Tao lost a finger saving me. We could have starved to death trapped under the rubble if it wasn't for the Hound's sacrifice back then. I don't want to think about it. And yet I can't forget it. I will never repay that sacrifice. Meg. I spend my whole life trying, már még egy boss meghalt. I'm gonna start now. Thanks. I was too shy to give such a gift to myself. Speaking of gifts, I got something for you. Take it with my thanks. I know my way around a weapon. Na, ez kell majd nekünk anyag. Hát sajnos még mindig nincs más. Oké, ennyi, mehetünk tovább. Sőt, azt fogom csinálni, srácok, hogy... Kapacitás növelés az egyik legjobb a játékban, ebben még nem csalódtam idáig. 72, hát igen, ez baj. 63, 1,3-os a súlya. Ez mennyivel csökkenti akkor? 143.81, 143-ra. Ubaz, ez nagyon sok. Mindegy, addig felrakom ezt. Nem nő neki. Hát én is szenvedek pont az, hát bosszoknál most az én, jó, mondjuk a Kingnél szenvedtem a legtöbbet idáig talán. De hát most, ja. Mindenki szenved szerintem azért. Jaj, hova mész, hülye? Na most sem megyek tovább a mocsárba, hát ezt a játékot én most le sem fogom rakni. Hát bele kell húzzak, mert van egy csomó. Holnap már PD is lesz, srácok. Úgyhogy PD3-azni is fogunk. A kutyával harcolok, addig meg felnyársal a vasvillával. Ugye lesz majd Witchfire, az már most menne elvileg. De hát mindegy, mert nem hagyom így abba most. Ez mi? Honnan lőnek? A toronyból? Az fasz a bazzeg.
hogy úgy. Adsz meg! Remek, biztos jó lesz ez is. Assza, szia Warda! Neked is szép napot! Ó, zsír! Sötét, ó, zsír! Minden zsír! Megtanulnám, hogyan kell érezni. Lehetséges lenne ez? Nem. Elmondod, hogyan visszahozom a szívességet. Tanítsd meg tapsolni. Tanítsd meg szomorúságról. How scary, Luce. I may not be able to cry, but I hope I can comfort others now. Hello, my only friend. Lehet tanítgatni a robotunkat. Ne menő. Ó, bazeg lesz, látom itt is. Repülete lenyomorult. Adsz meg. Hogy nem akad el benne. Mondom, minden jövök hát, ha hátba lövi a haverját. Még miért várok én mindig olyanokat szólt game-től, ami egyértelmű, hogy nem úgy lesz. Nem értem. Az ágyút először le kell szedjük, az biztos. Azt majd utána hadakozok az éve.
a nagyokkal, mert addig felesleges. Na nézzük. Kísérleti jelentés a rendelés a 809 vizsgálati alany. Helyzetjelentés a legsikeresebb eset az elixír befecskendezési kísérletek prototípusából. Három a megkövesedési betegségben szenvedő beteg, akik egyszerre kapták az elixír injekciót, meghalt. Egészen halálokig fájdalmas nekróziók és bőrrepedések, görcsök és görcsök, valamint kristályos áttétek keletkeztek az egész testükön, végül a Carcassis néven váltak ismerté a mutációk. 890-es szám képes volt elnyomni a semlegesítő mellékhatásokat, és eddig 56 órán keresztül stabil volt. Csak a diszociatív amnézia, rohamok, agresszív késztetések és hallucinációk, amelyeket Petrification Disease tipikus áldozatainál tapasztaltuk. Személyes vélemény, megerősítettem, hogy a rend javaslata, ami szerint egy igazolt fizikai képességekkel rendelkező stalkert kell mintának venni, nagyon hatékony. A 890-es szám alanyból kivont minta a becslések szerint a következő lépésben segítheti az elixír kifejlesztését. Adriana nővér, aki a következő keresztelést kapja, várhatóan képes lesz teljesíteni a rend kívánságát. Ébredjetek, fejlődjetek, emelkedjetek fel, mi az újjászületők, felkészülünk Isten születésére. Van egy létre lefele. Nézzük, hogy mi az a létre lefele. Ó, hát ez. Nem vagyok 890-es szám, ez szerintem izé lesz. Erre fel kell készülni, ez kalapálaus lesz. Ah, this must be quite an urgent patient to seek out my humble abode. Bagoly doktor. You are still breathing. I must treat you quickly. Grant cannot have any more live patients. Trust me, it's better this way. Tis far nobler to die as... No vital signs. You must be dead. Szepkes. I'll dispose of you properly. Szepkes látatések, eddig jó. Rossz gombot. In my judgment as a doctor, all should end while they're still humans. Addig nagyon jó. Kaptunk egy bagoly maszkot. Oké, ez ennyi. Maradt 2 darab hílem. Bőven elég az egész végjátszásra. Na nézzük. Jó, azt nagyon gyorsan le kell szednünk onnan azt az ágyút, mert nagyon nem... Húha! Erre lehetne átmenni. Nézd már a barmokat!
Okay, már csak egy heal. Ezt akartam kipróbálni. Miért szálltam el? Lehet, hogy a izé miatt bebugolt? A szintkülönbség miatt? A végén kiderül, hogy használhatatlan ez a balhé, amit megtanultam. Ezt az ágyúsat, azt le kéne innen rendezni, de hogy? Itt be se lehet menni. Mondjuk... Mondjuk az úgy érdekes, tényleg. Tudtam, hogy ez lesz. Tudtam, hogy ez lesz, hogy elakad a falba. Viszont ha működik, akkor elég nagyot sebez. Azért. Ez egyébként arra lesz nekem jó, hogyha majd bosszokra rá kell úgy menni, hogy megvan a posture, csak messze vagyok. Ez mi volt? Ja, találtam valami gyűjtemény ezt cuccot. Az mi? Oh. A toronyban... Várjál, de elvileg fel lehet menni a toronyba. A tornyot azt ki kell takarítani, mert nagyon nagy gebasz ez. Hol van a gyökér? Meg kell találni a lepkét, csak hogy hol, azt nem tudom. Jó, már látom. Akkor hagyjál meg, lepke. Majd máskor. Hogyan jutok el? Két torony is van, ugye? És elvileg végig lehet clearelni őket szerintem, tuti. Hú, bazeg. Ha jól sejtem, végig lehet őket clearelni. Amúgy itt kellene tovább menni. Jó, takarodjál meg. Aha, erre. Oké.
Oké, ott felmegyek, mert a tornyokat azokat kitakarítjuk. Már. Hú, bazeg. Van nyert. Rohadj meg! Ebből az összes ilyen pöccsenyét kell küzdeni. Na gyere, te senki házi paraszt! Nyomogatja a gombokat a rohadt tarházi. Van ennek a szarnak HP-je? Helyes. Na. Oha, ez mi? Ez valami fegyver. Mi ez? Trenktes weapon. Basza. Minket ez nem érdekel. Zöld szörnyokosabb, mint gondolnád. Szereti gyűjteni bábuk testét, de minek? Zöld szörny. Jó hangzik. Na, viszont nekem az kell, hogy a másik betoronyba hogyan lehet átjutni majd. Mert ez, hogy itt most megvan, az tök jó. Jó, hát legalább ez megvan. Clear. Mehetünk. Most azt nem tudom, hogy mondjuk megérte már ugye a láda miatt, megérte, viszont a kérdés csak az, amit nem tudok.
hogy rezette visszarakja vajon az ágyút. Oké, mehetünk tovább. És ugye itt nem tudom, hogy hol kell, fogalmam nincs. Kellett volna megjelennie? De itt valahol itt mutatja. Hát ez a lepke, ez dögöljön meg. Jó, megyünk tovább. Valahol van még egy lepke, azt mondja a játék, de hol? A jövő bábja. Meg lehet próbálni mondjuk most, mert... Úgyhogy megéri őket megölni. Nagyszerű. És akkor itt van valahol meg a pillangó. Meg is van. Na már! Kurva jó, örülök neked. Oké. Na, még azt a másikat be kéne húzni. Ott, ahol az ágyú nem tud lőni, kvarc az kell.
Mi? Ja, mennyi a pillangó van itt? Iframe. Hát fogalmam nincs, hogy hova ment. Ott van a... De fazik! Így eltűnik a faszba és találni, hogy hol van. Ez akkor egy hülyeség ez is. Nem tudom, minek raknak tényleg ilyen... Tipikusan ez a rezetelős izé, cucc. Ez másra nem jó, de rezetelgeted a játékot, aztán vagy bejön, vagy nem. Nem bohockodok ezekkel, megyek innen a francba. Vagy hogyha sikerült leszedni azt a tornyot, akkor... Már ennek így nem sok értelme van. Azt mondja, átvették a posztot, vigyázz a sziklákkal, amikor belép szakadékba. Shortcut lesz ott a létre fönt. Na itt hány halál lesz? Millió meg egy. Le lehet menni, hát kérdés csak az, hogy... Bazd meg, nem a legjobb helyesse. Marra könnyen le lehet itt esni is. Először erre megyünk. Logika ez diktálja. Úgy. Ez úgy kiváló volt. Ez tötői le fog szakadni ott középpen. Gondoltam. Hát ezt benézted. Ja, várjál, az anyád! Hallod a ration beköpsz, gyökér!
Uha. Dromedár vadállat. Erre lehet tovább menni, oké, mi van még erre? Egy láda. Szia, Sixty. Meg egy légiós kaliber. Helyes. Nulla heal, az fasza. Ez az. Egyelőre még nem rezetelem ki. Oké, viszont ez így jó. Egy-két izéit még ugye maradt. Ja, hogy te így? Jó, nagyszerű. Jó, nagy ez a hely amúgy. Na, összettem itt is mindent. Meg kéne egy kis XP, csak az a baj. Na mindegy, nem rezeteltem, de lehet kellett volna, egyelőre megyek tovább. Bohóc! Ó, baszki! Pillangó is lesz. Ez az nagyon jó volt, szép! De ez genyóság, haver! Tudtam, hogy el fog kapni, de hát ezt máshogy nem is lehet megoldani. Jó hely.
Hú, bazd meg, ezt az elbaszott egy helyet. Pillanatok azért kellenek egyébként, mert azok dobják a legjobb alkatrészeket. De nem baj, itt legalább most már volt rövidítés, úgyhogy csak futni kell, mint egy ökör. De... Rajdja meg, kitalálta a lootolást. Amúgy. De komolyan mondom. Meg a lootolás is bazd meg úgy működik, hogy fél óra még lenyúl azért a szarér. Meg én haladnék, de nem tudok. Tudjátok, ki fog lootolni? Az a baj, hogy én. Most bassz meg. Aha. És mi itt a helyzet amúgy, ja? Látom. Azt akarom látni, hogy itt jön valami körbe. De jön ám. Szia, démon. Na, pillanatokkal nem foglalkozunk, mert ez full szopás az egész. Oké. Nyomtad tovább a gémet még? Oké, ott van valami. Az mi az a Doberman? Ja, az medve. Ott egy medve, viszont itt kell, hogy legyen egy shortcut. Na, oké. Ha meghalunk, akkor már nincs olyan túl nagy probléma.
Úgyhogy mehetünk az medvére. Királyság. Gyere madve! Ne így bazd meg! Nem! Miért? Nem győzöm kihangsúlyozni. Miért van az, hogy betol minden a fab, hogy ne lássál semmit? Aj, Istenem, miért szokása az összes szószjátéknak ezt csinálni, hogy betolnak a falba? Hihetetlen. Na, megpróbálna nem a falba belemenni, mert... Mert most csak lépj bele csapdába, te! Megint a falba. És megint a fal. Bazzik, ennek szokása. Most... Nem akarok beszólni, de milyen move ez? Nesze te, gyík. Szórakozzál velem így. Elvágom a medve torkát. Na ez micsoda? Hát ez nem kell nekünk most. Várjunk csak még egyszer, mert lehet, hogy mégiscsak jó az. 09220, aha. Ez súlyban egyébként biztos jó lenne. Nem. Mehetünk tovább. Itt lehet gondolom leszámolni a másik ágyuk. Ó, köszi haver. Ah. Na, próbálj meg úgy harcolni, ne essek le. Úgyis van. Ez is egy fegyver. Mondjuk annyi vackot összelútoltam már. Ez is dexterit is cucc. Lenne. Koncentrátum. Micsoda? Koncentrátum. Az mit tud az a fogantyú? Átmenetileg növeli az ATK-t.
az attakot, ugye? Az nem is olyan rossz. Az lehet, hogy kéne az a kallantyú belőle. Na. Wow. Hát te. Ha, értem. Utáltad, mert már végigvitted a játékot? Szia, Robi! Te végig tudtad a gémet, Irángárd? Ne bassz! Akkor viszont GG! Vadállat vagy! Jelent. Hát de nem, nem, Örlivel már izé, tudott játszani vele már hétvégén, sőt már pénteken. Hogyha deluxe volt, miért ne? Hú, bazeg. Na hát már ment, hát már. Fel se tudok állni, te nyomorult, mocskos. Messze, bazd meg. GG, tényleg. Jaj, kaptunk valami amulett félét. Növeli maximális állóképességet, fasza. Mi volt a kedvenc fegyvered amúgy? Milyen izét húztál? Technik ilyen buildet, vagy pedig azt a momentum, vagy mi a szart, vagy azt a strength-eset. Hát szerintem nem vagyok én a vége fele, még nagyon messze van az. Bár Irengard azt tudja.
Hát azt tudom, hogy még, nem, még szerintem én nem járok 20 óránál. Közel vagyok a 20 órához kb. Talán. Ez le akart lökni. De jó, hogy mellé ment. Ez Mac. Ha ott van valami láncos cucc. Kezdtem, de a vége fele már cserélgettem a fegyvereket. Aha, aha. Szó. Hát attól függ, hogy még melyik bosszokon fogok killódni. Gyakorlatilag szerintem erre kéne tovább menni. Úgyhogy most én először lemegyek még ide. Azt felnyitom ezt a... Szart is belútolok. Nagyszerű, ez ennyit jelent, hogy visszamegyek a másik oldalra, ezt berakjuk ide a követ. Csak hányszor spameled?
Zseniális. Hol van? Megvan. Na. Oké, hol a izé? Hol az átjáró? Ja nem, semmi. Jó, megyünk tovább. Neked a King az mennyi idő alatt lett meg? Mert én azt nagyon sokat tököltem. Bár igaz, én inkább Perry-Base-re mentem, aztán hát elvileg Dodge-al le lehet jobban verni a második fészt. Szereztem egy csomó kvarcot, mert minden szütykot. Várjál, most mi? Of Krat Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Ötre körül P1-ben körbefutottam. LOL. Hát az is egy megoldás igazából, ja. Azt mondja, Sentry Notebook, mi a fenéért van ez a dolog egyáltalán itt Kratban? Azt hittem viccelnek, mikor a város engem küldött, hogy elkapjam a szörnyeteget. Azt gondoltam, hogy valószínűleg egy törött bábú vagy egy medve a megkövesedési kóra. Az a zöld dolog hatalmas, mi a fenéért vett mocsárban, hogy ilyen nagyra nőtt. Nem hiszem, hogy ez a hulladék problémája, megfigyeltem, megszállottan védi a fészkét, és szereti oda vinni a játékait. A bábuk testét nem csak játékként használják, ez a dolog kiszívja az ergót és leselejtezett bábukból, mielőtt eljátszik azzal, ami megmaradt. Ergo táplálkozik, és ezért nő olyan nagyra. Ez az egész terület egy lakoma számára, ezt jelentenem kell. Átkozott szemetek, cseszéltek meg mindannyian, szerintem ezt a zöld fickót biztosan az alkimisták készítették, vagy ő az ő tévedésük. Hogyan másképp tudnák így figyelmen kívül hagyni a mentési kérésünket? Mindig ilyenek, ha valami kedvezőtlen, egyszerűen figyelmen kívül hagyják. Miért küldtek minket? Zsákmány vagyunk, nem vadászok? Az a fickó egyre jobban figyel minket. Biztosan tudja, hogy itt vagyunk. Úgy néz ránk, mintha játékok lennénk. Az őrhely hamarosan elfoglalt. Micsoda elfoglalt, igen. Elvesztette az irányítást, baliszta felett, lehetetlen visszavenni. Bocsánatot kérek életem minden bűnért, az angyal vezet minket. Ja, de hát a strength fegyver, azt vágom, ismerem én is. Aha, ott lesz a boss. Jó, mondjuk azért az is tény, hogy én megállok a szityök itt az olvasásokkal is, mert minden szarra. De a 30 órában benne leszek szerintem én is, kb. Hey, are you a treasure hunter too? Strange to meet someone in my line of work. I know how this looks, but I'm not a thief or anything.
I am on a serious expedition. You wouldn't have to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. Vége 44 lett. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end. And I so wanted to explore the Hermit's Cave. Akkor nem olyan rövid játék, tényleg. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Ahhoz képest, ja. Life is short. All I can do is keep plugging away. You never heard of Alidoro? He's a treasure hunter and one of the best. And unlike a lot of the riffraff and crot, he's not a thief. He's a pro who excavates antiquities methodically. And professionalism is important when you're talking about Ergo. Just mention Ergo and everyone cares about the history behind the ruins. That's why Alidoro has the reputation he does. The quality of his information and the condition of the antiquities are on another level. I know there are rumors about Alidoro lately, but I know jealousy when I hear it. The rumors? Well, for starters, Alidoro is the last person you'd suspect of crimes like fraud and theft and assault. It's crazy. I've even seen a wanted poster of him. Those alchemists must be behind it. Those guys act like they own the ruins, and they don't want treasure hunters to earn an honest living. I mean, come on. We're talking about the Alidoro who saved all those lives in the workshop tower rubble. So, no, I don't believe a word of it. Ugh, would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just malicious propaganda. Oh, kaptunk itt valamit, mi ez? Egy szjámos, aki kincsvadásznak nevezi magát, kincskereső, maszkot visel, csalás, személyazonosságának kiadás, lopás, testi sértés és más súlyos bűncselekmények vérdíjával. Nagyon jól átveri az embereket, úgyhogy vigyázzatok. Nem mondod. Az Alidoro az... Az engem még egyszer se vert át. Life is short, and all I can do is... Ez tök érdekes. My treasure? Well, this is what I've got. It's a cryptic vessel. A sort of cipher device. But I think it's a clue to some stolen goods. I found it between the corpses of two thieves who died. You know what they say. No honor among thieves. But I can't make heads or tails. Ó, kaptunk egy régi edényt. Ez mire jó? Elég sok mindent összettem már amúgy. Rejtélyes edény. Ez egy rejtély. Oké, na. Kell nekem olyan. Gyors visszaugrunk, fejlesztek, azt utána nekiállok a bossnak. Egy kis türelmet kérek. Na nézzük csak, kell nekem, azt mondja. Úgy. At the house of Vanini. Master Vanini's collection box. You are indeed full of some patrons of prestige, can all... Okay, átadtuk a gyűjteményládát, és így kibővültek. Óóó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 
Őrlőkő átmenetileg növeli a gárd teljesítményét. Nem mondod. Savas. Ó, bazzeg, nem el. Egyensúly. Egyensúly. Egyensúlyi fogantyú. Várjál, most hogy ennyi egyensúlyi fogantyút tudok venni? Hát ez kell. Jaj, nem egyensúly. Jaj, nem. Hülye gyerek. Baj. Kell mind a kettő. Ez mi? Növeli a tettemek által okozott... Tettemek által okozott kárt. Ugye van, hogy bárbóra lehet felszerelni.
mozgás szempontjából hasznos információ, nem, az nem kell. Itt mik vannak? Súly, csapás, sebzés csökkentés. 7,8 kg, hadd nézzem. Aha, az 3,5, hát ja, ez, erre nem fejlesztünk most. Viszont gyorsan, ami nekem kell. Fegyverfejlesztés, ide kéne majd olyan gyémánt, viszont itt a fogantyú. A fogantyú most agyalok még. Eredetileg, aha. Most azon gondolkozok, hogy volt ez a másik nyél, mert ugye ennek a nyélnek Stone Spinning Slash van ez a nyél, ezt néztem. Ez a koncentrátum, na lehet, hogy ennek a nyelét kéne átrakni inkább. Mert ez elvileg rak rám izé buffot, attack buffot. Ami azért nem olyan rossz. És akkor össze kéne szerelni a két fegyvert. Most azt akarom megnézni, hogy három ilyen szutykom van, ilyen technikai, hogyha ez, erről leszedem, azt visszakapom, vagy nem kapom vissza. Mindjárt ki is próbálom, várjál. Azt mondja, leszedem, vagy összeszerelem a... Jaj, tényleg nem lehet, igazad van, a boss fegyvert azt nem lehet szétszedni. Ó, bassza meg. Akkor marad így, akkor ezt használom, az kész. Nem variálunk vele. Mert ez a fegyver, ez viszont nekem bejövős nagyon. Nem lehet tovább módosítani. Az hogyan lehetséges? Ja, azt hittem, hogy ez továbbfejleszthető, ez a cucc. Ó, hát akkor... Baszki. Akkor semmi. Meg voltam róla győződve, hogy ez továbbfejleszthető még. I always welcome. There you are. Now, just leave this to me. Done and done. No. You will find Venini always seeks to rise to the challenge at hand. Találtunk még valami szikretet. Ez pontosan mi is? Régi kriptikus hajó dekódolása. Malum kerületben a Tom nyomornegyedben található régi kunyhó, keresd meg a kopárfát és szent Szenes tartó zsinort és lép be a mellettük lévő kunyhóba. Azt hiszem, ezt tudom, hogy hol van, de oda most nem megyek vissza, majd a boss után. I get the puppets. What is happening? Whatever choice you... Na ide figyelj! De azt akarom megnézni, hogy ez a baj, hogy ez a szar, ez mindenképpen kell 56%. Hát, ja. Ez nélkül nem a tuti a helyzet. 71. Mennyire fetrollos, kissé nehéz, ez még annyira nem gáz, nem? Vagy az már? Eléggé. Annyira nem gáz, mondjuk. Mégis fetrollos így még nem lennék, viszont a damage-em az nőne, jelentősen. Na, azt mondja, hogy kell ez, és akkor ebbe még pattintunk mindjárt valami okosat.
Okozza a lemerült impulz, nem. Ancient Guard Gain. Csönyabb sebzés, kisülés, kor. Fegyvere tartósának helyreállítás, sebességének növelése. Ez jó lesz. Jó, megnyílt a négyes. Négyesben mi van? Amulett slotok hozzáadása, várjál már, mi? Amulett slotok? Még amulett slotot lehet hozzáadni? Perfect Guard okozat. Merevség, ez micsoda? Megtör az ellenség állását, ha tökéletes. Ó, az nagyon jó. Növel egy speciális őrlőkövek használatát. Ebből slot hozzáadása. Úgy mindegyik jó. Viszont erre rámegyek, ez tetszik. És akkor tegyük bele a 4-es attackot. Alacsony a fegyvertartás, fogyasztás, csökkenti a természetes regenerálódást, fegyver takjának növelése, amikor... Ez micsoda, hogy elsüllyeszti? Mi ez? Növeli a fegyver takját, amikor az impulzus cellák lemerülnek. Legyen ez. Oké, mehetünk vissza, mehetünk a bossra. Lehet, hogy kipróbálom a boss-t úgy, hogy átrakom magam kicsit ilyen fatrollosra. Hetvenegy százalékos vagyok. Igazából úgyis peribase-re megyek, úgyhogy azt majd meglátjuk. Ez a boss, ez milyen élő lény, ami itt jön? Szerintem a tűz jó lesz neki, mert szerintem ez izés, ugye? Ilyen mocsári szörny, ez nem robot, hanem ilyen organikus cucc. Először is meg kell néznem a teljes szettjét. Az igen. Hogy nézni ki vagy? Az elején nem is rakom fel felesleges ezt a buffot. Most egyelőre csak megnézegettem, hogy mit tud. Szia Milán, re. Mizu. Toltad a gémet. Barom. Oké.
Aha, ha értem már. Az az a sárga kristály, ami kell a questbe. Menő. Tetszik. Mennyi healem ment el erre a dögre? Ja, várjál, basz. Hú, király. Azt mondja, hogy csinál egy ilyen te, és akkor ez, azt nem tudom, hogy ez elkapós, vagy ez amikor felszúr, ezt lehet perizni, vagy ez csak dodge? Az egy gyanúm, hogy ez csak dodge-olós lesz. Na első fázisa nem annyira nehéz annak. Itt még egy-két perit megtanulok, azt még healt se fogok nagyon veszíteni. Nézd a számnövelés. Gondolom spoiler neki, tudod? Azt elbasztam. Szia, Darkstar! Darkstar, nem értem a kérdésedet. Milyen eredetihez? Miért feltételezed azt, hogy streambe én nem eredeti játékkal játszok, Darkstar? Ne haragudj, de a feltételezés is sértő. Remélem, nem arra céloztál, hogy tört játékkal játszok. Nyugtassál meg! Viszont én értettem félre.
a picsám. Várj egy kicsit mindjárt. Akkor viszont én értettem félre, bocs, akkor ne haragudjál. Figyelj, a GameMonster. Nem tudom mi a oldal címe, ott onnan leszeded a Game Passos, meg a Steam-es verzióval is működő magyarítás, mert igazából be kell csak másolni az izébe. Be kell csak másolni, ahova leírja, ugye a játék mappán belül data, mappa, nem is tudom most pontosan, hogy ennél hogy van. Jó, oké, ne haragudj, akkor én kérek elnézést, csak